Fiatalok lepték el a Verseggi Könyvtár földszinti termét. Az ifjúsági részleg pénteken tartotta meg 4 éves születésnapi megemlékezését. Ajándékként pedig július 16-ától teljes felújításon esik át az ifi. A 4 évbe bizonyította az, hogy egyre nagyobb és nagyobb lesz rá az igény, ezért ki is nőtték a teret a fiatalok, úgyhogy beadtunk egy pályázatot a CLLD keretében, és meg is nyertük, úgyhogy idén nyáron egy nagy beruházás kezdődik, megnövekedik a terület is, egy galériát tudunk felépíteni, illetve kicseréljük a bútorokat, kifestünk, megújítjuk a padlót, és egy teljesen új részleg fog kialakításra kerülni. Mindez pedig a fiatalok tervei alapján készül el. Közösen tervezték, közösen rendezik be. Az IFI számos rendezvényt, programot kínált az évek során. Szakkörök, klubok alakultak, barátságok születtek. Ide szoktam programokra járni, a barátaimmal is itt találkozok, és számomra ez nagyon sok mindent jelent. Igazából egy ilyen nagyon jó időtöltés volt is suli után így eljárkálni, de új embereket megismerni. Hát meg ugye a könyveknek a kölcsönzése is szerintem egy nagyon ilyen hasznos dolog igazából. Öröm, hogy a fiatalok, a gyerekek közül egyre többen járnak a könyvtárba, és egyre többen könyvet is olvasnak ebben a világban, amikor ugye nagyon, nagyon sok kütyű van már, ami mindent meg lehet találni. Nagyon nem mindegy, hogy az olvasásból, a könyvek olvasásából jönnek az információk, vagy állandóan görgetik lefele, fölfele a különféle híreket és információkat. 1, 2, 3, 4, fújás! Az ünnepségről a torta sem maradhatott el, a nap megkoronázásaként pedig bejelentették, hogy január 25-én második alkalommal is megrendezik a Szolnokon rendezvényt, melynek helyszínét újra a könyvtár biztosítja az ifjú szervezők számára.